Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. Az iráni ajatollah állítólag közvetlen iráni támadást rendelt el a zsidó állam ellen. Ez a fenyegetés megtorlást jelent a Hamas egyik vezetőjének meggyilkolásáért, mely iráni földön történt. Benjamin Netanyahu miniszterelnök kijelentette, hogy bárki, aki Izraelre támad, idézem, súlyos választ fog adni bármilyen agresszióra, bármilyen fronton. Tudósításunk következik arról, hogy egyre többen tartanak a konfliktus eszkalálódásától. Szerdán a Hamas vezetője Ismail Haniyeh temetésének gyászmenete végigvonult Teherán utcáin. Bár Izrael nem vállalta a felelősséget a haláláért, a New York Times értesülései szerint Hamanei Ayatollah közvetlen csapást rendelt el Izraelre az iráni földön elkövetett támadás megtorlásaként. A Hamas egyik magasrangú vezetője szerint Haniyeh halála kihatással van a terrorcsoport és a zsidó állam között folyó tárgyalásokra. Nincs értelme tűzszüneti tárgyalásokról beszélni vérontás és merényletek közepette. Az izraeli védelmi erők megerősítette azt is, hogy július 13-án életét vesztette a Hamas második számú vezetője, Mohammed Daif. A Nemzethez intézett szerda esti beszédében Benjamin Netanyahu miniszterelnök kijelentette, hogy Izrael készen áll bármilyen megtorlásra. Kihívásokkal teli napok előtt állunk, mivel a beiruti támadás óta minden oldalról elhangzottak fenyegetések. Felkészültünk minden forgatókönyvre, és egységesen elszántan állunk ki minden fenyegetéssel szemben. Izrael súlyos választ fogadni bármilyen agresszióra. Hangsúlyozta, hogy a fenyegetések mögött álló hatalom Irán. A háború kezdete óta azt mondom, hogy Irán és a mögötte álló gonosz tengelye ellen harcolunk. A létezésünkért folyik a harc, a terrorista seregek és rakétáik folytogató szorításával szemben. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter kijelentette, hogy Amerika egy esetleges támadás esetén Izrael mellett fog állni. Ha Izraelt megtámadják, természetesen segíteni fogunk megvédeni. Eddig is megtettük. Mindenki számítson arra, hogy újra meg fogjuk tenni. Avi Melamed közel-kelet szakértő egy visszafogott megtorlásra számít Irán részéről. Egyfelől erőteljes lesz és üzenetértékű. Ugyanakkor viszont nagyon óvatos is lesz, hogy ne indítson be olyan folyamatot, mely teljes körű háborúhoz vezet. Melamed azt is hozzátette, hogy ezzel a két csapással Izrael üzenetet küldött. Úgy is értelmezhetjük az Iránnak küldött izraeli üzenetet, hogy készen állunk egy teljes körű háborúra. De szerintem az iráni vezetés ebben nem érdekelt egy ilyen helyzetben jelenleg. Ezek a fejlemények egybeesnek azzal, hogy Izrael az október 7-i támadások 300. napjára emlékezik. A Jerusalem Post címlapján angolul és héberül ez olvasható. Nem veszett el a reményünk. Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem. Imádkozzunk továbbra is a békéért, és reménykedjünk, hogy ebből béke születhet. De amíg az iráni vezetés a helyén marad, amíg elkötelezett a gyűlölet ideológiája mellett, a cionista szervezettel szemben, ahogy ők nevezik, mert Izraelt el sem ismerik legitim államnak, el akarják törölni Izraelt a térképről. Évtizedek óta mondják már, ezért itt az ideje, hogy elhiggyük. Akár a Hezbollah rakéta támadásairól van szó, akár az október 7-i mészárlásról, melyet a gázai Hamas követett el. Az összes provokáció Iránhoz vezethető vissza. És mindez erre az ideológiára vezethető vissza. Amíg ez fennmarad, nem várható béke. Mintha egy bomba robbant volna. Olga így írja le azt a borzalmas hangot, amit hallott, amikor a veje autójának oldalról neki ment egy kamion. Olga volt az első a baleset helyszínén, ahol vérfagyasztó jelenet fogadta. Emlékszem, ahogy néztem őt. Arra gondoltam, hogy fogom ezt elmondani a lányomnak, hogy meghalt. És akkor elkezdtem imádkozni. 2022. május 19-e. Olga a házuk előtt állva egy hangos csattanást hallott néhány pillanattal azután, hogy a veje Nikita elhagyta a házát. Olga a helyszínre rohant, és megdöbbent attól, amit látott.
Emlékszem, egy belső hang azt mondta, Nikita nincs többé velünk. Odaértem, megragadtam a nyakát. Elkezdtem keresni a pulzusát, de nem találtam semmit. Tudtam, hogy nincs pulzus, és nincs élet. Olga felhívta a gyülekezetében az imaláncot, majd a 9:11-et. Telt az idő, de életjelek nélkül. Én elkezdtem imádkozni. Életet mondok ki rá, életet. Élet, térj vissza Nikitába, mert tudom, hogy Isten csodákra képes. Az Úr számára nincs lehetetlen. Aztán néhány perc múlva elkezdődött a csoda. Az Úr visszahozta őt. Elkezdett lélegezni, én pedig elkezdtem kiabálni. Lélegzik, lélegzik! Azt mondták, erre rendben, de ne nyúljak hozzá. A mentősök hamarosan elkezdték kivágni Nikitát a roncsokból. Számos életveszélyes sérülése volt. Törött C1-es csigolya, összeesett tüdő, leszakadt lép és traumás agysérülés. Néhány óra múlva a felesége, Ilona, aki második gyerekükkel volt utolsó hetes várandós, az intenzív osztályon látta meg őt. Nagyon nehéz volt. Elkezdtem sírni, és csak fogtam a kezét, és abban a pillanatban nagyon élettelennek tűnt. Úgy éreztem, hogy nem sok élet maradt benne, mert lélegeztető csövek voltak rajtam mindenütt. Az egész világon imádkoztak érte. A család Oroszországban, Ukrajnában és az Egyesült Államokban is imádkozott Nikita túléléséért és gyógyulásáért. Tudtuk, hogy Istenre kell támaszkodnunk. Ő volt az, aki át tudott vinni minket mindezen. Őszintén szólva csak imádkozni tudtunk, és hinni abban, hogy Isten végzi el a munkát. Ilonának a gondolataival kellett megküzdenie, hogy elhiggye, Isten meg fogja gyógyítani a férjét. A férjed nem fog élni, nem fogod látni őt holnap, amikor felébredsz. Meg kell szervezned a temetését. És ilyen gondolatok árasztották el az elmémet. És akkor hallottam az Úr hangját, aki azt mondta, hogy a férjed nem fog meghalni, ne félj, ne félj. És akkor is ott tudtam, hogy Isten szelleme sokkal erősebb, mint az ellenség hangja. Az orvosok azt mondták, hogy Nikita agysérülése miatt több mint fél éves lágylézer kezelésre és hosszadalmas rehabilitációra lesz szükség. Mindezek dacára a következő néhány napban felépülésének jelei felülmúlták a várakozásokat. Olyasmit mondtak, hogy nem értik hogyan, de a bal frontális agyleben duzzanata valahogy lement. Csodálkoztak, hogy milyen jó állapotban volt, és ahogy reagált már a harmadik napon. Ezután volt igazán szükség a hitre, abban, hogy Isten még többet tartogat. Helyrehozza a férjemet, és teljesen meggyógyítja. Mindössze két héttel a baleset után szülte meg Ilonám második gyermeküket. Nikita felépülése olyan jól haladt, hogy letolták a szülészetre, hogy üdvözölhesse újszülött fiát. Végig mosolygott, amíg kezében tartotta, és egyre csak mondogatta, Ezra, 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 végig a nevét ismételgette. Csodák csodájára már két hét múlva kiengedték Nikitát a kórházból, és csak egy hetet töltött a rehabon, mielőtt hazatért, hálás szívvel. A felépülésem Isten ajándéka. Eltört a gerincem, de nem bénultam le. Összeesett a tüdőm, de tudok lélegezni. Megrepett a lépem, de nem kellett kivágni. Annyira hálás vagyok, hogy megengedte, hogy éljek és láthassam a gyerekeim. Megfoghassam az újszülöttem. Ez bizonyság. Azt üzeni vele Isten, hogy ő az én gyermekem, és én tettem ezt vele, mert ilyen hatalmas vagyok. Én feltámasztom a halottat, visszahozom az életbe. Az agysérülést is meg tudom gyógyítani. Elrepett a gerince. Bum, meggyógyítva. Látni azt, hogy az imáink beteljesültek, és Isten mindezt megtette értünk, ez a legnagyobb áldás, ami csak történhetett velünk. Nagy reménységet adott az, hogy ő a mi békességünk, vigasztalunk, örömünk. Egyedül vele tudunk átjutni ezeken. Csodát csodára halmozva, nem sokkal a baleset után Nikita hosszú távfutásba kezdett. 2023. novemberében mindössze másfél évvel balesete után lefutotta az első maratont. Így dicsőítette Istent és adott hálát neki, aki visszaadta az életét és az egészségét.
Tartozom neki. Mindenemmel, amim van, neki tartozom. Nem tudtam járni, és most maratont futok. Mutasson ehhez hasonlót. Szerintem ez egyszerűen természetfeletti. Jöhet bármi, megmarad a hitem, mert az Jézusban van. Én láttam azt, hogy vezetett ki minket Isten életünk legsötétebb időszakából minden egyes nap. Ő nem hagyott el minket. Reményvesztett perceinkben is közel volt. Ott volt velünk a legsötétebb időben is. Isten hűséges volt. Életünk legsötétebb szakaszaiban nyilvánul meg leginkább számunkra Isten hatalma és ereje. Olyan egyszerű csak olvasni az igét, sőt, akár meg is tanulni, aztán megvallani az ígéreteket. De amikor olyan nehézségekbe kerülünk, hogy minden remény veszni látszik, akkor lép közbe, ahogy Elona mondja, a még több istene. Ő a még több istene. Több annál, mint amit kérni vagy elképzelni tudnánk. Kimondani, megtanulni, olvasni egy dolog, de benne járni, az már más. Isten ma azt szeretné, ha önöket ma inspirálná ennek a párnak a története a saját körülményeik közepette. Nikita és Elona nagy tragédia és nagy botrány határvonalán álltak, és megvallották Isten ígéretét. Tudják, Isten éppen azért adott családot, mert amire Nikita képtelen volt, azt megtette a felesége és a családja. Ezért mi kimondjuk Isten ígéreteit életünk azon helyzeteire, melyek reménytelennek vagy megoldhatatlannak tűnnek, és akkor Isten közbelép, és megteszi a csodát. Szeretnék időt szánni rá, hogy ma is imádkozzunk önökért. Itt egy másik történet arról, hogy Isten közbelép, és elképesztő módon cselekszik. Ezt Mária írta. A véremben levő alacsony vas szintől szenvedtem, és az elmúlt 6 évben vas infúzióra szorultam. Nemrégiben a 700-as klubot néztem, amikor hallottam, hogy Gordon a tudománybeszédét szólta egy vérproblémát, de nem tudta az okát. Én hitben átvettem, és megköszöntem Istennek a gyógyulást. Később, mikor kezelésre mentem, először mondták nekem 6 év után, hogy nincs szükségem infúzióra. Halleluja! Ez pedig Phil-től jött. Azt látom, hogy valakinél elmúltak a látást zavaró villogások. Így szólta a tudomány beszédét Terry 2024. július 11-én. Nekem is ez volt. Amikor hallottam Terrytől a tudomány beszédét, enyhültek nálam a villogások. Istennek adtam a dicsőséget ezért a látás javulásért. Értsük meg, hogy a tudomány beszéde mindenkié. Isten igéje is mindenkié. Amikor hiszünk benne, és hogy ő egy az ő igéjével, és gondja van rá, hogy beteljesítse. Amikor megvan ez a hitünk, akkor minden megvan, ami kell. Tetszik, amit Ilona mondott. Az én hitem Jézusban van, világos? Ott kell legyen a hitünk. Ha bajba kerülnék, szeretném, ha Ilona imádkozna értem, mert ilyen hitre van szükség. Ezt régóta kitűztem magamnak, és ehhez ragaszkodom. Hadd legyen Jézus az ön hite. Ha az ember cselekedet orientált, nem bőtöltem eleget, nem imádkoztam eleget, nem érzem eléggé a bizsergést, vagy másféle megnyilvánulást, akkor rá kell ébredni, hogy valami másba helyezte a hitét. Vesse a hitét Jézusba, és nézzünk rá együtt. Ő a kezdője és bevégzője a mi hitünknek. Nézzünk a kereszt által bevégzett munkára, ami beteljesítette a 103. Zsoltárt. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Hát nem csodálatos? Ez a legjobb hír, amit valaki valaha hallhatott. Egyetlen egy bűnünket sem veti szemünkre, nem is tartja számon. Hát nem csodás? És minden betegségünk meggyógyult. Ez is csodálatos. Hát lépjünk be ebbe a hitbe. A hitbe, ami tőle jön. Mert ez ő maga. Lépjünk be ebbe, és vegyük át az áldást, amiért Jézus fizetett. Ez már a miénk. Ki van fizetve? Vegyük át, és nyissuk ki, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hozzád jövünk, és arra kérünk, hogy teljes szívünket, teljes lelkünket és teljes szellemünket fordíts te feléd.
hogy ne a tüneteinkre és a saját testünk halandóságára tekintsünk, hanem teljes hitre jussunk abban, hogy a te ígéreteid vonatkoznak ránk, és érvényesek most is az életünkre. Rád tekintünk, Uram, a hit fejedelmére és bevégzőjére. Rád tekintünk, és arra kérünk, hogy terjeszd ki a te karodat felénk, és gyógyíts meg bennünket, mert ha te meggyógyítasz bennünket, valósággal meggyógyulunk. Ha megszabadítasz bennünket, valósággal megszabadulunk. Ha megbocsátasz nekünk, megbocsájtatnak a mi bűneink. Minden áldást átveszünk tőled, Jézus nevében. Van valaki, akit nagyon bátorított Elona bizonysága, miközben a férje agyának homloklebenyében bekövetkezett változásokról beszélt, mert neki is van egy szerette, aki ugyanott sérült. Isten meggyógyítja most azt a rokonát, az imája meghallgatása kerül. Valaki valamiféle arcüreggyulladástól szenved. Csontok hiányoznak az arcüregéből, ami nagyon sok fájdalmat és nyomást okoz az ön számára. Isten most meggyógyítja és helyreállítja az arc felépítését. Jézus nevében gyógyuljon meg, és legyen ma egészséges. Van valaki, aki fejsérülést szenvedett, leesett a bicikliről, és bár sisakot viselt, még mindig agyrázkódásra utaló visszatérő problémákkal küzd. Traumás fejsérülést állapítottak meg önnél, de Isten most gyógyultnak és egészségesnek nyilvánítja. Minden károsodás eltűnik most, olyan, mintha meg sem történt volna. Gyógyuljon meg, és ne szenvedjen többé semmiféle mellékhatásoktól. Törlődjön a traumának minden nyoma az emlékezetéből, a szelleméből és a szívéből. Minden fájdalom és a fájdalom emléke tűnjön el most Jézus nevében. Gyógyuljon meg, és legyen egészséges. És kérlek, Uram, hogy minden trauma és rossz emlék tűnjön el a nézők életéből, akik nemrégiben átmentek bármiféle megdöbbentő, elrettentő, ijesztő, váratlan helyzeteken és körülményeken, és azóta nem voltak képesek megtisztítani az elméjüket tőlük, mert olyan nagy félelmet keltettek bennük. Isten megszabadít most mindenkit ettől. Valaki másnak beszédhibája van. Tud beszélni, de nehezen. Isten most meggyógyítja. Szabadon fog tudni beszélni. Most a nézők közül mindenkinek, aki szenved, aki bármiféle betegséggel, bizonytalansággal, kérdéssel vagy problémával küzd, arra van elhívása, hogy kimondja Isten igéjét, hogy az ige testté váljon ma az életében. Mert az ige testé lett és lakozék mi közöttünk, és lakozik magánál most is. Ő megbocsátja minden bűnét, minden betegségét meggyógyítja, egészen a feje búbjától a talpáig. Gyógyuljon meg, és legyen teljesen egészséges. Jézus nevében. Ámen és ámen. Abigail két helyről tud szerezni vizet az otthona közelében. Az egyiknek rozsdás íze van, a másiknak pedig olyan a szaga, mint egy döglött állat. A víz nyilvánvalóan ihatatlan, de néha mégis rászorul, hogy ebből igyon. Abigail egy egyedülálló édesanya, aki két fiát neveli Guatemalában. Két forrásból tud vizet szerezni, az első egy sekély kút, amit ők ástak. Ezt a vizet nem biztonságos inni. Sárgás a vízszíne. Néha olyan szaga van, mint egy döglött állatnak. Nem ihatunk belőle, mert rossz, és megfájdul tőle a gyomrunk. Amikor a kút kiszárad, marad a második lehetőség, egy szennyezett folyó. 30 percnyi sétára az otthonuktól. Az innen jövő víznek rozsdás szaga és íze van, de meg kell innunk, mert szükségünk van vízre. Abigail akkor vásárol ivóvizet, amikor megengedheti magának, de legtöbbször kockáztatnak és megisszák a rossz vizet. Amikor iszom a rossz vízből, megfájdul a hasam. Abigail két gyermeke néha annyira lebetegedett, hogy orvoshoz kellett vinnie őket. Azt mondták nekem, hogy a koszos víztől volt rossz a gyomruk. Kérdezték tőlem, hogy miért adok nekik ilyen vizet, és mondtam, hogy a szükség miatt tettem.
Csapatunk ezért elment Abigail falujába, ahol egy mély kutatás ott. Ezt a vizet egy 4000 gallonos tartályba gyűjtöttük, ahonnan már megtisztított víz megy a csőrendszeren keresztül a falu lakóihoz. Nagyon köszönjük az Operation Blessingnek és mindenkinek, aki adakozott azért, hogy tiszta vizet kaphassunk. És most válaszolni fogunk pár e-mailben érkezett kérdésre. Az elsőt Brett küldte. Kedves Gordon, az úrvacsorával kapcsolatban lenne kérdésem. Egy kicsit utána jártam, és nekem úgy tűnik, hogy az úrvacsorát évente kell megtartani. Méghozzá Abib hónap 14-én este. Rá tudna világítani, hogy miért szoktuk havi rendszerességgel megtartani az Isten tiszteleteken? Brett, amiről ön beszél, az a pászka ünnepe. Én támogatom, hogy a keresztények megtartsák a pászkát és a Estét, hogy az utolsó vacsorát megjelenítsék. De az úrvacsora, ami az utolsó vacsorán lett megalapítva, egy hálaadó ünnep. Az Úr ünnepe, az ő teste és vére. És Jézus tisztán megmondta, hogy ezt gyakran tegyük az ő emlékezetére. Ezért központi része az ortodox és a katolikus misének a hálaadás, az eukarisztia. Ezért gyűlnek össze, és ez nem egy új keletű dolog, hanem ősi szokás. A keresztény tradíciónak Róma katakombáitól már része volt. A protestáns tradícióban a misét felváltotta az istentisztelet, amiben az úrvacsora általában havonta volt. De tudom, hogy vannak gyülekezetek, akik gyakrabban tartanak. Én arra biztatok mindenkit, hogy amilyen gyakran csak tud, vegyen úrvacsorát. Rendszeresen, hogy hirdessük a halálát, amíg vissza nem jön. Emlékeztet, hogy áron vétettünk, és ez az ár hatalmas és drága, hogy az életünk már nem a miénk, hogy felvegyük a keresztünket, és kövessük őt. Nem évente egyszer, havonta vagy hetente van rá szükségünk. Jó megemlékezni és feleleveníteni a zsoltárokból, a 114-es, 15-ös, 16-os, 17-es és 18-asat. Ezek mind az utolsó vacsoráról szólnak, és megmutatják, hogy mennyi proféciát töltött be Jézus Krisztus teste és vére. Ezért kérem önöket, hogy vegyenek részt az úrvacsorákon. Akár szűk körben, a családdal is lehet ezt gyakorolni. Így van. Diana a következőt írja. A nővérem azt mondja, hogy Isten előtt megházasodott. Egy pásztor barátjuk megáldotta a szövetségüket, de nem házasodtak meg törvényesen. Mit mond erről a Biblia? Köszönöm a válaszát. Te mit mondasz erről, Teri? Érdekes eset. Nyilván a nővérének van valami hite, mivel egy pásztort kértek meg, hogy áldja meg a házasságukat. Ellenkező esetben ilyennel nem foglalkozott volna. Nem tudom a részletek hiány, hogy mi okból nem házasodtak meg törvényesen. Az is eszembe jut, hogy talán valami engedelmességi probléma lehet. A kultúránkban mi a házasság definíciója? Egy férfi és egy nő egymásnak szánja az életét Isten, a családjuk és a barátaik előtt. És néha megpróbálunk ügyeskedni, hogy valamennyire engedelmesek vagyunk, de amúgy azt csinálunk, amit jónak látunk. Más az, ha van eskü. Diana nem mondja el, hogy megesküdtek-e az Úr előtt. De a Biblia alapján én úgy látom, hogy akkor érvényes a házasság, és nem kell hozzá papírt szerezni. Nézzenek utána, hogy mit tett Szent Valentin, és lehet, hogy az ad némi békességet. Az Úr előtt tett eskü a legfontosabb. Isten áldja önöket a holnapi viszontlátásra!